Hal interneti Goldi... Ja igen, megjelöltem a kezemet. Hal interneti Goldi, itt lennénk egy újabb Hős Akadémiás videóba, itt vagyunk a Hős Akadémia manga 345. fejezeténél. Úram atyám, hát úgy nézek rá a manga fejezetre, mint Todoroki Urarakára, vagy Iderra. Na nézzük, ezt nem tudom, mihez tudnám hasonlítani, de felemelkedik az a hely, ahova vonultak igazából maga az 1A. Szóval szerintem azt a épületet emelik fel most. Nem tudom, hogy most ez a All For One műve, vagy esetleg All Might Take műve, nem tudom. Viszont lehet, hogy így be akarják biztosítani a helyet, hogy akik bent vannak, ne sérüljenek, vagy nem tudom elképzelni igazából, de már nagyon nagy csata zajlik, és el se hiszem, hogy ez a megoldás, ez a kupola megoldás, az, hogy bezárnak, mit tudom én, lenne nekem 6 lámám, vagy valami, most akartam valamit mondani, és akkor 2 bezárnak ide, 2 oda, 2, és akkor mindegyik nem egymással foglalkozna, hanem azzal a 2-vel. És ez nagyon jó megoldás, hogy megkapjuk azokat a harcokat, amikre vágytunk. Szóval most nincs az, hogy beavatkozhat bárki, hanem tényleg az van, hogy most csak ők. És lehet, hogy ha legyőzi a gonosztevőt például a mit tudom én ki, akkor mehet a másik kupolába segíteni Todorokinak, hogy valami. Szóval erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez milyen megoldás lesz All Might-éknak, de így legalább megoldották azt, hogy tényleg Todoroki versus Debbie. Szóval így szó szerint All Might egy My Hero Academia fan, és tudja, hogy ki kell harcolni a kinek. Szóval ez nagyon jó megoldás. Láthatunk egy Bakugót, és láthatunk egy Dekut, akit behúz a portál. Ugye Monoma. Szóval itt látszik, hogy Bakugó nagyon izgatott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy kivel harcol Bakugó. Szóval ugye neki így a maga a Leech of Villainből, szóval a gonoszok szövetségéből nem is volt fő ellensége, úgy vesszük. Maga az, hogy Shigaraki rabolt el, szóval maga Shigaraki lehetne a fő ellenség, vagy maga All For One, és akkor meg tudná bosszulni azt, hogy All Might ugye elbukott idézőjelben, a 3. évadban, szóval mondva, neki is All For One lehet a fő ellensége onnan. Én amúgy Spinnert képzeltem volna el, mert úgy Spinner nem is kapott fő ellenséget így magának, szóval nincs ez a srác vagy lány, aki vele harcolna, szóval na mindegy, szóval kíváncsi leszek, hogy ő kivel fog harcolni, Bakugó, láthatunk-e új trükköket, képességeket, stb. Tőle, szóval nagyon kíváncsi leszek rá is, itt fog alkotni, itt láthatunk Debbie-t, aki már vérszomjasan megy Todorokihoz. Na igen, ez nagyon menő, ez a nagyon menő dolog. Azt nem fogom érteni, hogy most az a ruha, ami rajta van Debbie-n, ha teljesen leég, akkor mit fogunk kapni ebből. Nagyon kíváncsi leszek rá, mert most így félmesszelül van. Oké, nekem nem zavar, I take it, viszont ez a beállás Todorokinak. Valaki szerint Jojo-s, én szerintem ilyen cowboy-os, szóval ez a, tudod így, az új adat így se, mint Todoroki, szóval így őt a pisztolyt vennéd elő, szóval tök menő, és nagyon várom, hogy mit hoz ki a manga az egész harcból, milyen harcot fogunk kapni, szóval végre az van, amit akarnak a rajongók, mint eddig nem az lett volna, hanem tényleg az van, hogy végre láthassuk ezeket is. Eljött ennek is a ideje, ami szomorú is egyben, meg örömhír is. Én nem tudok mit mondani rá, én nagyon vártam már ezt, szóval uram atyám, mit fogunk kapni itt, gyerekek, milyen harcot. A másik, kaptunk egy színes verziót is ebből, ami nagyon gyönyörűen meg lett ábrázolva, szóval nagyon jól néz ki, aki színezte, és színvinál, komolyan olyan, mint egy anime lenne, közel egy anime szintű kiszínezés. Szóval, hát ez a fehér ruha Debbie-n, úgyhogy fehér a haja, nagyon durva is. A igési sérülése több lett amúgy, már kevesebb a sima bőr. Szóval mondva, majdnem teljesen le van égve. Hát azért biztos jön a nyár, most megégette egy kicsit Debbie-kék. Ez meg annyira menő, hát ez nem hiszem el, szerintem fixre Horikoshi látta a No Way Home-ot, hát biztos, hogy nem látta. Hát ez tuti, hogy Spider-Man utalás, hogy ez a póz az, amikor a pókember leugrik, azt akkor így megáll.
Hát ez tökre az is nagyon, ez a új Pokémon póz, ha új versük, mert lehet a régiek is csináltak ilyet, na mindegy, a Marvel-es Pokémonre gondolok, szóval annak van ilyen póza, hát ez muszáj volt beletenni a Horikoshinak is, ez nagyon tetszik, hogy ez egy ilyen pillanatnyi jelenetben majd meg fogjuk kapni, ilyen utalásként, és ha úgy veszünk, Deku is olyan, mint Spider-Man, szóval a két karakter közt versük a kettős utalás, például az, hogy Dekunak is el kell titkolnia a képességét, mint maga Pókembernek. Mondva, nem a személy azonosságát kell te titkolnia, hanem az, hogy kitől van a képesség, és amúgy ez egy kicsit ilyen hasonló, szóval titkolóznia kellett. Maga a harmadik mozifilm is olyan érdekes, hogy például a Spider-Man-t is beállították ugye gonosznak, és akkor Dekut is ugye, és akkor ez a pár húzom a két karakter között nagyon tetszik nekem. És most kiléptem? Nem jó. Erre nem készültem fel, most ilyen anime visítás lenne itt, meg ilyen hentai nyögések, de nem. Most szépen lenyugodok, asztalot végre láthassuk! Szóval, megoldotta Horikoshi egyszerűen, egyszerűen, és amúgy ott van amúgy a Dekus jelenet, csak külön kivágtam. Szóval, Tóga versus Deku és Uraraka. Szóval három karakter egy helyen. Uram, atyám. Nem tudom, mit fog kihozni belőle Horikoshi, de már várom a csütörtöket, mert ugye csütörtökön érkeznek meg ezek a spoilerek. Én nagyon várom mindig a csütörtöket, az a kedvenc napom lett most így a My Hero Academia miatt. Nem tudom, hogy hogyan fogja megoldani, hogy kapunk majd Uralakába is többet, de Tolga biztos fog mondani pár szót a Dekujéknak, így szóval így elmondhassa az érzelmeit jobban, és Uraraka is, hiszen az utolsó fejezetben, amiben beszéltek Dekuval, ugye a sziklás jelenettél, ott ugye megsajnálta mondva Tógát, meg stb. Szóval ki tudja, mit fogunk kapni itt a végén, nagyon durva lenne, ha Tógát vissza tudnák téríteni, az nagyon durva lenne. A Tóga a jók oldalán szerepelne. Hát amúgy egy kicsit nehéz elképzelni, de én nagyon örülnék neki, mert Tóga az egyik kedvenc lány karakterem, és itt láthatunk egy alfament, aki mutogat, szóval ugye új maszkja lett, ami nem tudom, mire való ez a maszk, meg miért kell neki ez a maszk mindig, de jó, van egy maszkja, eltakarja magát. Én nagyon várom, hogy itt fog kifog... Komolyan nem tudom elképzelni azt, hogy most mindegyiket láthassuk, szóval most már azok a fejezetek jönnek, hogy ez harcol ezzel, ez harcol ezzel, szóval kíváncsi leszek a többiekre is persze, például, hogy Denkék, Kirishimáék kikkel harcolnak, Olmert mit csinál, a B-osztály tagjai mit csinálnak, meg mindegyik karakterrel, hiszen ez a finálé, mindenkit zárjanak le normálisan, persze nem kell mindegyik karakterem végigmenni, szóval nem az összes karakterem, amit láttunk az első évattól kezdve, szóval az durva lenne, de azért láthassuk a profi hősöket is, Endeavort is, és mindenkinek legyen egy méltó lezárás, aki számít ebbe a sorozatba, ebbe az animében, és azt akarom látni, hogy megtörténik végre a Deku X Uraraka, meg a mit tudom én milyen harcok, szóval nagyon örülnék neki, ha legalább egy kapcsolata létrejönne az animében, meg ez a sok harc megtörténne. És biztosan állíthatom, hogy a következő fejezetekről hát már nem kell várni egy hetet, szóval például ezt a videót nem tudom, mikor fogjátok látni, viszont az fixre állíthatom nektek, hogy most már rendszeresebben jönnek ezek a mangás videók, szóval nem egy hét várakozási idő lesz, hanem ilyen pár nap, ami csak annyit jelent, hogy nagyon durva lesz. Szóval most készülünk, én is készülök a fináléra, nagyon sok videó ötletem van már, és tudom, hogy mindig csak mondom, hogy nagyon sok videó ötletem van, és egyiket sem lássátok, de fogjátok lassan látni azokat. Például majd áprilisban fogjátok inkább jobban látni. Köszönöm szépen a figyelmet, ez lett volna a 345. manga fejezet spoilerei. Ez már kijött igazából, ez a manga fejezet, amikor én ezt a videót majd ki fogom tenni nektek, szóval már akkor lehet, már a 347. is ki fog jönni, szóval igazából
Ez van, egy kicsit le vagyok maradva, de majd szépen pótoljuk a videókat. Köszönöm, hogy itt vagytok ezekben a videókban is, és nézitek. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Plusz Ultra!